Van is a 2011-es X-faktorban, ahol újabb tehetségek, illetve magukat tehetségesnek gondoló indulók álltak a mentorok elé. Kine hatódna meg egy gyermekét édesen babusgató apukától. A hölgyek körében biztos, hogy sokan fölkapták a fejüket Rókó Lászlóra. Na jó, a produkciója nekem is tetszett. Rókó Lászlónak komoly segítsége akadt a válogatón. A 27 éves, két gyermekes apukát a nagyobbik fia Bence és kabalája Hódi kísérte el. Van két fiam, nincsenek ők már velem, többek között ők buzdítottak arra, hogy menjünk. Szerviztechnikusként dolgozó László már nincs együtt gyermekei édesanyjával, de igyekszik minél több időt tölteni a srácokkal. 6,5 évig voltunk együtt, ez alatt voltak hullámvölgyek, volt jó, volt rossz, aztán egyszer így besokalt ez a dolog, és hát megegyeztünk, hogy akkor ez nekünk így nem megy, tehát azt, hogy szeretjük egymást, de nem működik. Nagyobbik fia Bence igazi rossz csont, ami Laci szerint egyáltalán nem meglepő, hisz ő is pontosan ugyanilyen volt kiskorában. Hajrába! A Bence fiam egy égetnyomó gyerek, tehát gyerek, hát mit várunk egy gyerektől. Vízöntő egyébként született, tehát ő olyan, mint én gyereknek, én is vízöntő egyébként születtem. Két végén égetjük ugye a gyertyát, ő ödett ugyanazért, imád rosszak, ő szereti azokat a dolgokat meghalálni, amiket csak ő akar, mindig a középpontban van. Amiket én annó csináltam, az úgy érzem, hogy el tudom képzelni, hogy anyukának milyen lehetett velem, annyi idősebb, mint most a Bence. Laci úgy érzi, még neki sem sikerült igazán felnőnie, de ezt egyáltalán nem bánja. Nem vagyok bolond, de szeretek bolondozni. Hát, és még én egy vidám arc, másokat is megmérhetek. Csak ezt a magánéletben nem mindig tudom ugye alkalmaztatni, mert hogy ugye azért komoly dolgok is vannak a világban. Úgy érzem, hogy ez a műsor az, ahol ki tudom élni ezt a bolondozási vágyamat. A magánéleti szálak kibogozása után jöjjön a zene. Zenei iskolába jártam, zenei tagozás iskolában fújjáztam, trombitáltam, zongoráztam, és így nagyon, nagyon szerettem így a zenét. Laci szerint a színpadon megváltozik minden, megszűnik a világ, csak a zene marad. Valahogy így. Ami a tudat alatt folyik, az persze természetesen az, hogy igen, ezt meg kell csinálod, meg tudod csinálni, nem ékezd le a gyereked itt van ő előtte, bizonyítani kell embereknek, hogy méltó vagy arra, hogy ott állsz a színpadon. A színpadon szerencsére csak a tehetség tört elő belőle, pedig utólag bevallotta, hogy soha életében nem izgult még ennyire. Próbáltam Polástól egy baromi nagy izgaszottságot, és tehát még mindig jobb, mint hogyha remektem volna, mint a kocsin, úgyhogy inkább valahogy így adtam ki. Tele volt energiával. Még ha nem is volt teljesen normális. Így van. Te Laci, én nem tudom mi volt ez, de ez jó volt. Nekem az egészében tetszett, mert elkaptad a csajokat, elkaptál minket. Jó hangulat volt. Igen. Egy bolondos igen. Brrrr, igen. Csapd be! Ezzel még tartozom. A Summertime című dal furcsa feldolgozását Laci egy filmben látta, majd később megkereste és gyakorolgatta. Azóta még a barátai is brr fiúnak hívják, Keresztes Ildikónak pedig még egy kis extra ajándékot is beleszőtt a nótába. Én az van az eredeti szöveg, hogy Pretty Baby, és én azt énekeltem Pretty Ildi, és igazából ez volt szerintem, amit ő kaphatott.
Bence és Hódi segítségével Rolkó Laci tovább hódít, és nagyon reméli, hogy a mentorok és a közönség a jövőben is kirángatják belőle az X-et. Én nagyon izgultam a nem után, már nagyon izgultam, hogy mi lesz. Igen lesz, vagy nem lesz. Én azért nagyon örültem ennek. Szóval jó volt. Nem sokára megismerhetik azt a srácot, aki shoot helyett sarokba vágta a mikrofonálványt, és az is kiderül majd, hogy miért. De előbb nézzük meg, hogy mit is örökölt Rolkó Bence az édesapjától. Úgy tűnik a személyiségén kívül a zene szeretetét is. Most következzen egy Rolkó László, Rolkó Bence duett. Egyszer volt, hol nem volt, egy icipici házikó, icipici házikó volt, icipici ágyikó. Ottan éltél, egy icipici csilány, icipici anyukával túl az óperencián. Icipici lencsilányka, lencsi babát ringatott, anyuka is ezt csinálta, boldogságban éltek ott. Amikor este lett, az icipici lányka félt, s icipici apukája mondott egy mesét.